Az Óbecsei Népkönyvtárban vasárnaptól, május 26-ántól péntekig, május 31-ig megszervezik immár másodízben az Úriemberek hete rendezvényt a könyv és az olvasás népszerűsítésének céljából a férfiak között. A rendezvény programja minden generáció számára érdekes lehet, hiszen a szervezők bejelentése alapján az óbecsei közönségnek lehetősége lesz megismerkedni Marco Selich Marcello munkásságával, továbbá Magyar Attila színésszel, Gyule Van Goggal, Robert Jugovics íróval, valamint Milan Inich youtuberrel, ismertebb nevén Jasser Steinnal. Az Úriemberek hetét vasárnap, május 26-án 18 órakor a Vajdasági Orvosok Társaságának tambura zenekara nyitja meg, a Tisza tamburái pedig pénteken 19 órától zárják a rendezvényt. A statisztikai adatok szerint Szerbiában a nők 84%-a szívesen olvassa a könyveket. A férfiak esetében ez a szám kicsit kevesebb, körülbelül 66%-uk. Pontosan ezért mi idén ezt a rendezvényt a 3 nap helyett 5 napra bővítettük, és ismert vendégeket hívtunk meg, akik ünnepélyessé teszik rendezvényünket. Tambura zenekarral nyitjuk és zárjuk ezt a hetet. Vasárnap kezdődik a rendezvény a Vajdasági Orvosok Társaságának tambura zenekarával. A rendezvény ideje alatt a férfiak számára ingyenes lesz a könyvtári betagosodás. Ezen kívül műhelyeket is szervezünk, és rajzpályázatot is hirdettünk, Hős a könyvből elnevezéssel, melynek győzteseit hétfőn hirdetjük ki. Továbbá sportok promóciója is lesz. Hétfőn, május 27-én 18 órakor Marcello lesz a vendég. Kedden 17 órától pedig dr. Alyosa Mandics professzor könyvbemutatóján vehetnek részt, melynek címe Isecsak Vremena. Egy órával később Magyar Attila színésszel találkozhatnak. Szerdán, május 29-én 18 órától a könyvtár vendégül látja Gyule Van Goghot. Ugyanebben az időpontban csütörtökön Robert Jugovics író mutatkozik be. A fiatalabbaknak pénteken 17 órától lehetősége lesz beszélgetni Milan Inich Jasser Stein youtuberrel. A rendezvény ideje alatt a szervezők számos tevékenységet terveznek a gyermekeknek és a fiataloknak. Az irodalmi művek írásával, művészeti fotózással, festészettel és más művészetekkel foglalkozó amatőrök egybegyűjtése céljából nemrég Óbecsén megalakult a Pero Amatera elnevezésű irodalmi művészeti klub. Abból a célból alakultunk meg, hogy egybegyűjtsük és megerősítsük az amatőröket, nem csak az óbecseieket, hanem szélesebb körben is, az országban és a diaszpórában lévő amatőröket is. Meggyőződésünk, hogy Óbecsén sok ember van, aki megírt valamit, megfestett valamit, lefényképezett valamit. A klub szerepe az lesz, hogy ezeket az alkotókat és alkotásaikat megjelentesse, népszerűsítse, bilteneken, nyilvános tribünökön és természetesen a médián keresztül. A klub tagságon keresztül minden érdeklődő nemtől, vallási meggyőződéstől és életkortól függetlenül hozzájárulhat a klub jobb és hatékonyabb munkájához, valamint személyes művészeti megerősítéséhez is, mondta Savic. Ezúton meghívunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy bemutatná alkotását a világnak, az jelentkezzen, hogy a klubon keresztül megpróbálja erősíteni a munkáját és önmagát is. A klubnak lehetősége lesz segíteni a nyomtatásban, mindazoknak, akik könyvet szeretnének írni. Lektorálásban is tudunk segíteni. Egy szóval mindenben segíteni tudunk, hogy a könyv megjelenhessen. Bővebb tájékoztatást a képernyő alján látható telefonszámokon kaphatnak. A hagyományos kispályás focitorna, azaz az Újfalusi Napok 2019, amely az Együtt élünk szlogent viseli, mint minden évben most is a nyitánya az újfalusi rendezvénynek, melyet most szombaton tartanak immár 15. alkalommal. A focisták versenye a piac melletti sportpályán Újfaluban kedden kezdődött. Idén a szeniorok mellett a tornán az óbecsei általános iskolák tanulói is versenyeznek, valamint gyerekek 11 éves korig, akik Óbecse városrészei
szerint vannak felosztva. A szeniorok két csoportban összesen 4-4 csapattal kedden és szerdán 8 meccset játszottak le. Csütörtökön került sor a negyed döntőkre. Azt kell mondanom, hogy 8 nagyon minőséges szenior csapat van. Nagyjából mindannyian barátok vagyunk. Tulajdonképpen Óbecse város futballistái gyűltek össze itt Újfaluban. A szeniorok mérkőzései mellett tegnap a fiatalabbak is összemérték erejüket Újfalu sportpályáján. Tegnap volt az általános iskolások tornája. A 4 iskola, a Samu, a Zdravko, a Szever és a Petőfi csapatai mérkőztek meg. Minden résztvevő számára biztosítva vannak az érmek, a serlegek és a diplomák. Ma a szeniorok döntője mellett az idei torna legfiatalabbjainak, a fiúknak és a lányoknak a bemutató meccseit kísérhetik figyelemmel. A 2008-as korosztály, azaz az általános iskola elsőtől negyedik osztályának korosztálya versenyez. Ezt érdemes megnézni, mert kisfiúk és kislányok mérkőznek. Lapurda, a Városközpont Alsóváros Picoderrel és Újfalu versenyez. Azt is meg kell említeni, hogy a tornaházigazdája Újfalu, tehát mi szülők gyűjtöttük össze a pénzeszközt erre a tornára. Mi megvendégeljük a város többi részéről érkező vendégeinket. Az első 3 helyezett csapat az elismeréseket szombaton veheti át, akik serleget, diplomát és díjakat kapnak. Az újfalusi torna szenior kategóriájának győzteseit pedig benevezik a kulináris versenyre, és 10 Dani Novok Szela feliratú pólót, azaz dresszt kapnak ajándékba. 12 órakor kezdődik a rendezvény Újfaluban, itt a piac melletti pályán. Arra számítunk, hogy a lakosok nagy számban eljönnek erre az eseményre, hogy egy kicsit szórakozzunk, játszunk és barátkozzunk. Még csak az kell, hogy az idő is kedvezzen, és akkor igazán örömmel és vigadalommal fog elmúlni az idei rendezvény is. Lesz bográcsos, aranygulyást és babot főzünk. Lesznek szórakoztató programok a gyerekek részére. Úgyhogy még egyszer meghívok mindenkit, hogy jöjjenek el, hogy egy jót barátkozzunk.